A helyi egészségfejlesztési iroda februárban lezárult programjairól, illetve márciusban induló kezdeményezéseiről beszélgettünk dr. Komoróci Károllyal, a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójával, aki hangsúlyozta a tudatos, egészséges életmód fontosságát. Nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk az egészségünkkel, és most itt a koronavírus járvánnyal kapcsolatban is kiemelném azt, hogy 90%-ban legyengült immunrendszerű, illetve 60 év fölöttiek voltak azok, akik megbetegedtek. Tehát a mozgásszegény életmód, a sok-sok társbetegség, az mind növeli arra az esélyünket, hogy megbetegedjünk ilyen felső légúti fertőzésekben, elkapjunk ilyen járványokat, és hogy ezek szövődményesek lehetnek azokban az esetekben, amikor az immunrendszer nincs megfelelő állapotban. Ezért fontos az, hogy foglalkozzunk az egészségünkkel, ezért fontos az, hogy mozogjunk, a mozgásgazdag életmód, tudatosan táplálkozunk, és hogy elkerüljük azt, hogy kialakuljanak a magas vérnyomás, a szívbetegség, az elhízás. Úgyhogy ebben segítene az egészségfejlesztési irodánk. Már eddig is sok programunk megvalósult, itt az aerobikot emelnénk ki, ami most az Erős Lajos Református Iskolában került megtartásra. Most egy 32 alkalmas periódus záródott le, és a rendezvény központban pedig felnőtt tornát tartottunk, itt egy 12 alkalmas periódus zárult le. A munkahelyekre is sikerült eljutni az egészségfejlesztési irodával, és itt Sárét udvariban, a Napsugáróvodában, és a bölcsödékben tartottunk előadásokat, illetve vittünk ilyen mozgásgazdag programokat az ott dolgozók és az ott lakók életébe. Fontos az egyébként, hogy nem csak Püspökladányban tevékenykedünk, hanem az egy járási irodáról van szó, de azért, hogy a járás jellegéből adódóan Püspökladányban van a programoknak egy jó része, de szeretnénk azt is, hogy bevonni a többi települést is a programokba. Az egészségfejlesztési iroda márciusban is érdekes programokkal várja az érdeklődőket. Jelenleg futó programjaink Sárét udvariban, a segítőkezek telephelyén valósul meg a Diabetes Klub, ahol a cukorbetegek kaphatnak tanácsokat arra, hogy hogyan kell együtt élni ezzel a betegséggel, ha már kialakult, hogyan lehet csökkenteni a szövődmények számát, és hogyan lehet minél jobb túlélést biztosítani a cukorbetegek részére, és minél jobb életminőséget biztosítani nekik. És akkor, ami pedig márciusban induló programok lennének, az idősekkel foglalkoznánk, itt a segítőkezekkel működünk együtt a nappali ellátásban. A 64 évnél idősebbek számára fogunk előadásokat tartani. Ezekkel az előadások után gyógytornász meg is fogja mozgatni a kedves jelenlévőket, hiszen attól, hogy valaki már elmúlt 60 éves, ugyanúgy fontos, hogy mozogjon, és az egészségi állapotának megfelelően ahhoz mérten mozgást végezzen. Március hónapban még a kisszipópészségbe fogunk ellátogatni, és a kisszipósoknál is egy ilyen egészségnevelő programot fogunk bemutatni, ahol házi orvosok, ápolónők fogják majd az ott dolgozókat picit okítani, illetve itt is lesz majd egy kis tornáztatás is, testnevelő tanárok bevonásával. Hát reméljük, hogy sikeres lesz ez a program. És hát ezeket szeretnénk majd folytatni, és most júniusban egyébként a programunk a pályázatos része lezárul, és ezután már picit szabadabban tudunk majd a lakosság igényeinek még jobban megfelelően olyan programokat biztosítani, amire a legtöbb igény van. Most még júniusig azokat a programokat kell megvalósítanunk, amit a pályázati kiírásban szerepelt, ott és úgy, és mindent úgy, ahogy ez a kiírásban szerepelt, de júniustól már picit a lakosság igényeihez jobban tudunk majd alkalmazkodni, és várjuk majd az ötleteket, visszajelzéseket. Mi is látjuk azért, hogy melyik program az, ami népszerűbb, hiszen ahol nagyobban megjelentek száma, úgy gondoljuk, hogy arra nagyobb szükség van, és azok népszerűbbek, és ezeket fogjuk majd folytatni a fenntartási időszakban, tehát 2020. júliusától is. Pontos tehát, kortól függetlenül az egészségi állapotunkkal való törődés, és az arra való törekvés, hogy ezt megőrizzük.